szinkron szempontjából mely szerepek állnak közel önhöz? Melyeket csinálja a legszívesebben? Szívem szerint én azokat a filmeket szeretem a legjobban, ahol valami a humorral kapcsolatos dolog történik, tehát ahol nyilván ettől színesebbek is ezek a filmek. A különösebben agresszív filmeket nem nagyon szeretem, mert épp elég agresszív a világ körülöttünk, tehát fölösleges ezt még filmen is exponálni. Azokat szeretem, amik alkalmasak arra, hogy az ember a színeit tudja alkalmazni a szinkronban. Van olyan alkotás, amire szívesen visszaemlékszik, amire mondjuk büszke? Hát rengeteg van azért ez alatt a 45 év alatt, azért tényleg nagyon sok száz filmet szinkronizáltam. Nagyon, nagyon emlékezetes az Elnök embereiben, az Elnöki tanácsadó, azt nagyon szerettem. Akkor a Taxi című francia filmben a felügyelőnek a hangja az elég emlékezetes, sokan emlékeztettek rá, hogy az nagyon, az közkedvelt volt, arra nagyon visszaemlékszik mindenki, és én is. Hát aztán rajzfilmek, ugye a Aladdin és a rablók fejedelme, az azért volt emlékezetes, mert külön castingoltunk a szinkronra, és külön az énekre, és én mind a kettőt megnyertem, úgyhogy én daloltam a dalokat is, én tettem rá, én énekeltem föl, és a prózát is én csináltam. Hát hirtelen ez jut eszembe, hát rengeteg volt. Korábban is volt arra példa, hogy énekelnie kellett szinkronban, vagy akár színpadon? Persze, hát a régi időkben, mikor még a Pannoniában csináltuk a szinkron, szinte csak kizárólag, ott minden ilyen énekelőt kottával bementünk a nagykeverőbe, és zongora mellett a karmesterrel szépen megtanultuk a számokat. Ma már erre nem igen van idő, és vagy eltaláljuk, vagy nem, vagy mindegy, mit csinál az ember, de picit hiányoznak ezek a ugyan hosszadalmasabb, de szakszerűbb munkák. A Disney kapcsán lehet hallani, hogy az amerikai hangsúlyozást követelik vissza. Igen, ezt én is hallottam, hogy amikor a castingot megcsinálják, akkor nem is ismerik a színészeket, kiküldik a hanganyagot, és pusztán egy színuszvonal mentén nézik meg, hogy kinek hasonlít a legjobban a hanghordozása vagy hangvezetése, és sokszor ennek alapján választanak szereplőt. Érdekes, nem tartom különösen művészbarátnak, de hát ez is egy hozzáállás. És amikor már megkapja a szerepet, és már élesben megy a szinkron munka, akkor is beleszólnak az amerikaiak a munkájukba, vagy nagyobb teret engednek? Hát van, hogy beleszólnak, olyan is van, hogy jön az ő emberük, és akkor vannak bizonyos elvárásai, amik nem nagyon ütnek el a magyar sajátosságoktól, azokat az ember megpróbálja követni. Nyilván vannak megoldhatatlan dolgok is, de hát elég szép, színes a magyar nyelv, úgyhogy szerintem nagyon sok mindent meg lehet csinálni. Ön szerint a szinkron kiegészíti a színházat? Egy teljesen más munka, úgyhogy én szerencsésnek mondhatom magam, mert én színházban is játszom, forgatok is, szinkronizálok is, föl is lépek különböző pódiumokon, tehát ennek a szakmának az összes vertikumát tulajdonképpen művelem. Nem mindenki tudja. Tehát vannak színészek, akik remek színpadi színészek, vagy filmszínészek, de rettegnek a szinkronizálástól is, nem is tudják csinálni. Ön hogyan kezdte el a szakmát? A szinkronizálást? Igen. Hát tulajdonképpen úgy kezdtem el, hogy volt egy nagyon nagy név, a Képesi Józsi bácsi, aki ennek a szakmának szerintem a kezdetétől fogva a nagyatya mestere volt, és én őt fölhívtam telefonon, megkérdeztem. Bemutatkoztam, mondtam, hogy fiatal színész vagyok, érdekel ez a munka, nagyon készséges volt. Bementem a Pannonia filmstúdióba, bemutatott a gyártásnak ennek-annak, csináltunk egy pár ilyen próbafelvételt, és akkor egy idő után rám bíztak ilyen kisebb egy-két szavas dolgokat, még később tömegbe, úgynevezett tömegfelvétel volt, ahol sok mindenki ott volt, és inkább csak
a zajokat, meg a tömegnek a mozgását csináltuk egy-két mondattal, úgyhogy ennek volt valami útja, tehát ez ki kellett ezt az utat járni. Manapság ez már nem nagyon van így. Tehát ez azt jelenti, hogy most már így a tömegezésnek már nincs akkora jelentősége, és vannak olyan emberek, akik már egyből nagyobb szerepet kapnak? Alig, ha nem ez is igaz, amit mond, így van valahogy. Meg az a fajta, nevezzük ezt szolgálati útnak, amit annak idején ki kellett egy fiatal színésznek járni, az a fajta út ma már talán lerövidült, és egy csomó olyan valaki is bejut a szinkron szakmába, akinek nincsen színészi képzettsége. És ön ezt hogyan fogadja? Például, hogyha esetleg előfordul, hogy egy ilyen emberrel kell dolgozni egy mikrofon előtt? Hát általában megoldják, hogy ezt más napokon csináljuk, vagy más sávokon. Nincsenek nekem averzióim egyébként a fiatalok iránt, akkor se, ha nem képzettek. Azt nem szeretem, ha valaki rossz, azért haragszom. Tehát rosszak a hangsúlyai, rossz a hozzáállása, azért haragszom, de hát azért én már letettem egy-két dolgot az asztalra ezen a pályán, úgyhogy én a magam munkáját megcsinálom, és ha valaki gyenge mellettem, azért szomorkodom. Régen a kezdők mellett ugye ott voltak a nagy színészek, akiktől el lehetett lesni a szakma fortéjait, és ma ez nincs meg. Ön szerint a digitális technika térnyerése is rontja a minőséget? Rontja a minőséget, igen. Nem gondolom. Egyrészt vannak olyan színészek, akik könnyebben tudnak dolgozni egyedül. Ugye ez annak idején megoldhatatlan volt, vagy legalábbis nehezen megoldható. Másrészt viszont vannak olyan filmek, ahol nagyon fontos a partner jelenléte, összebeszédek, egymásra való reagálás. Én azért szeretek partnerre dolgozni. Nekem egy kicsit mesterséges, amikor partner nélkül dolgozik az ember. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen.